Minden kedvesség, figyelmesség, segítség után egy jóságpöty került a nagy tenyérre. A gyerekek meg is töltötték, sok ötletük volt. Kalmár Csenge 8 éves, és rendszeresen segít anyukájának főzni. Másoknak az így nagyon jól esik, és az vissza fogod kapni az életedbe. A gyerekek az ötleteiket nem csak saját mindennapjaiból gyűjtötték, hanem Jankovics Emília Jóságpöttyök című kötetéből, amit meg is hallgattak közösen. Két osztály érkezett az Aranybulla könyvtárba a Zentai úti általános iskolából, hogy megismerhessék Andris történetét, aki egy nap iskolába menet rájön, hogy jót tenni ugyanolyan jól esik, mint egy nagy sütemény. Ezt úgy képzelik el, hogy ugye minél többet kapjanak, minél több szórakozás legyen, minél több élvezet, és nem sikerül a kis gondolkozásukat arra irányítani, hogy az öröm meg a boldogság az abból is fakad, hogy viselkedünk másokkal, meg hogy mit teszünk, és inkább kapni szeretnének, mint adni. És én azt gondoltam, hogy ezzel a mesekönyvvel egy kicsit erre világítok rá nekik, hogy talán ez a befelé forduló gondolkozásmód, ez inkább egy kicsit kifelé forduló gondolkozásmóddá váljon. A gyerekek a kötet bemutató után kézműves foglalkozáson vehettek részt a könyvtárban. A program a 95. ünnepi könyvhét keretében valósult meg, melynek legfőbb célja a szemléletformálás. Reméljük, hogy a könyv az mindenképpen megfogja őket, és az olvasás szeretete, az élmények, azok meghatározzák a mai napjukat, sőt, a későbbieket is. A 95. ünnepi könyvhét programjait Székesfehérváron június 20-áig tartanak. Kötet bemutatók, gyerekprogramok, zenés és sportos programok is várják az érdeklődőket.